Szeptember 26-án tartotta a Soros testületi ülését Kozár Miselyi önkormányzatának képviselőtestülete. Gyöngyösi Tibor alpolgármestert kérnénk, hogy ismertesse az ott tárgyalt napi rendi pontokat, illetve az ott született döntéseket. Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm a Kozár Miselyi lakosokat. 19 napirendi pont volt, és egy fölletvéve utólag még, tehát összesen 20 napirendi pontot tárgyalt a testület. A szokás szerint az első az a beszámoló a lejárt határidejű határozatokról. Hát itt semmi másról nincs szó, mint az eddigi testületi döntések alapján be kellett számolni a polgármester úrnak arról, hogy a testületi döntések alapján milyen intézkedéseket tett, ezzel kapcsolatban nem volt észrevétele a testületnek, tehát elfogadta a hivatalnak az intézkedési sorozatait. A kettes napirendi pont az a avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet. Igazából itt nem, a rendeletnek nem erről a részéről volt szó, hanem a belterületű ingatlanok kertépítéssel és zöld terület fenntartással kapcsolatos zaj hatásainak a kérdésével. Itt olyan döntés született, olyan módosítás született, hogy hétköznap 8 és 19 óra között szabad ilyen kerti munkákat, zajjal járó kerti munkákat végezni, szombaton 9 és 19 óra között, és vasárnap pedig 9 és 11 óra között, tehát a vasárnap délután az pihenéssel teljen, tehát a szomszédokat ne zavarja lehetőleg egy ilyen tevékenység. És hogyha valaki hangosan hallgatja a Forma 1-et, és ott bőgnek a motorok? Hát az egy másfajta, az egy csendrendelettel szabályozható kérdés lenne. Jelen pillanatban csak a zajjal, a kerti munkák zajával foglalkozott a testület. Egyébként a csendrendeletre arra van egy országos szabály, tehát egy törvény. Mi ahhoz tartjuk magunkat, tehát külön szabályt nem alkottunk még erről, mert nem voltak panaszosak. A hangokon kívül a füstöt és az égés terméket vizsgálták-e, vagy az ugyanúgy pénteken marad? Az marad pénteken, tehát ezzel kapcsolatban nem volt változás. Úgy gondoljuk, hogy legalábbis a tapasztalataink azok, hogy ez betartja a lakosság, tehát a pénteki hulladékégetés az egyetlen olyan, ami esetleg problémás, illetve környezetszennyező lehet, de ezt betartják, tehát ezen kívül más napokon nem tapasztalunk hulladékégetési tevékenységet. Még egyszer mondjuk el ezeket az időpontokat, amikor ilyen zajjal járó munkákat lehet végezni. Igen, tehát hétköznaponként reggel 8 és este 19 óra között, szombaton reggel 9-től este 19 óráig, vasárnap pedig reggel 9-től 11 óráig. Tehát a vasárnap délután itt az a lényeg, és az, hogy szombat és vasárnap 9 óra előtt, tehát kora délelőtt nem lehet ilyen munkákat végezni. Hát én gondolom, hogy ez mindenki érdekelnek a szabálynak a betartása is, és szerintem meg is fogja tudni oldani ezzel kapcsolatban mindenki. Köszönöm. Akkor a hármas napi rendi pontunk következne. A hármas napi rendi pont Kozár Miselyi önkormányzatának első félévi költségvetési beszámolója. Azt kell tudni, hogy minden negyed évben és fél évben beszámoló készítési kötelezettség van. Ez a beszámoló, ez leadásra kerül a központi szerveknél is, illetve a képviselőtestületnek ezeket a beszámolókat el kell fogadnia. Itt arról szól elsősorban ez, hogy vizsgálni kell, hogy időarányosan túlépték-e a költségvetésben meghatározott kereteket, és hát ennek alapján a testület véleményezi, illetve elfogadja, vagy nem fogadja el a költségvetési beszámolót. Hát az önkormányzat költségvetési beszámolóját a testület az első fél éves nem fogadta el. Az indok az volt, hogy nehezen tudtak eligazodni az előterjesztésen, tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ennek van egy szabályos formája, ami törvény szabályoz, az állomásztartásról szóló törvény, és ebben a formában lett beadva a képviselőtestület elé. Tehát abban a formában, amit nyilván nekünk továbbítani kell a felügyeleti szervnek. És ezáltal volt néhány olyan kérdés emiatt a költségvetési sorokban, amit a testület néhány tagja nem, hát úgy mondhatnám, hogy pontosan nem tudott értelmezni. És ezért egy részletesebb és több magyarázattal készülő beszámolót várnak.
ennek az elfogadása valószínű, hogy a októberi testületi ülésen meg fog történni. A négyes napirendi pont pedig az iskola és az AMK-nak az első fél éves költségvetési beszámolója volt. Ezt a testület egyhangulag elfogadta, tehát itt nem volt ilyen probléma. Annyit kell tudni, hogy időarányosan ugye 50%-osnak kéne lenni a teljesítésnek, 49%-os a teljesítés, tehát a kiadási oldalon 49% teljesült, ez jónak mondható, tehát egy kis pici megtakarítás is jelentkezett. A közös önkormányzati hivatalnak a beszámolója volt az ötödik napi rend. Annyiból változott a tavalyihoz a kép, hogy most közös lett a hivatal, ugye mivel körjegyzőségé alakultunk, ezért egy közös hivatali beszámolót kellett elfogadni, nem volt probléma vele, 50%-os a beállási szint, tehát megfelel az időarányosnak, a testület elfogadta. A hatos napi rendi pont Bogád Romonya Nagy Kozár és Kozár Misleny területfejlesztési társadalás megállapodásának a módosítása volt. De erre azért volt szükség, mert néhány formai módosítást kellett ebbe a megállapodásba betennünk. Ilyen például, hogy az önkormányzatok nevei változtak, ezeket kellett pontosítani, ki kellett egészíteni a települések lakosság számával, törvényi hivatkozásokat kellett betennünk, ugye azóta változtak a jogszabályok, és a legfrissebb hatályos jogszabályokat kellett betenni, és a tagsági viszony keletkezésére és megszűnésére vonatkozó megállapodást kellett még kiegészítésként ebbe a határozatba, vagy ebbe a megállapodásba betenni. Ez a társulás, ez a néhány települést magába foglaló társulás hivatott majd véghez vinni a szennyvíz hálózat fejlesztését. Jelen pillanatban hogy áll ez a projekt? Itt annyit kell tudnunk erről, hogy ugye a Bogád Romonya Nagy Kozár Kozár Misleny közösen adott be egy pályázatot. Ezt a pályázatot pozitívan bírálták el, tehát megnyertük ezt a pályázatot. Ez egy közös pályázat, ebből az következik, hogy ennek van egy gesztora. Gesztora az a romonyai polgármesteri hivatal, és a gesztor az, aki ugye majd ezeket felügyeli, illetve irányítja az itt folyó tevékenységet. Kozár Misleynek egy 150 millió forintos része jut ebből a projektből. Ez a szennyvíz átemelő kapacitás növelésre, illetve új nyomóvezeték kiépítésre vonatkozik. Tehát az a szennyvíz átemelő, amelyik a pécsi szennyvíztelepre juttatja a Kozár Misleynyi szennyvizet, annak a kapacitása kicsi, ezért mellé kerül egy másik átemelő, és a meglevő nyomott szennyvíz csőhálózat mellé pedig egy új csőhálózat fog kerülni. Ez Nagy Árpádig fogja elnyomni a szennyvizet, és Nagy Árpádtól pedig a pécsi gravitációs rendszeren fog tovább menni a pelérdi szennyvíztelepig a tisztítatlan szennyvíz. Megvalósulási időpontja? Hát én nagyon reméltem, hogy még idén el tudjuk kezdeni, de úgy tűnik, hogy ez olyan február-márciusban fog elkezdődni. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása miatt csúszni fog ez a projekt, és itt nem tudunk kilépni ebből, tehát mi jobban állunk, de mivel ugye ez egy gesztor működése alatti egy projektnek a része, ezért nem tudjuk meggyorsítani az eseményeket. Következő napirendi pont, Janikowski Éva a Művelődési Központ intézményvezetőjének az illetményét meg kellett állapítanunk, ugye köztudott, hogy a óvoda, bölcsőde és a művelődési ház külön intézményként üzemel. Ennek a teljes felügyelete az a Kozár Misleynyi önkormányzatot illeti meg, tehát nem úgy, mint az általános iskolánál. És itt ugye egy első számú vezetőt kellett kijelölni, illetve hát megbízni. 5 évre Dobszai Istvánnét bízta meg az önkormányzat, a képviselőtestülete ezzel, és az ő bérét kellett a vezetői pótlékaival együtt megállapítani. Az ő bére 340 000 forint per hónap lesz, tehát ez elmondható, mert ugye első számú vezető, tehát ez publikus adat. A testület megszavazta, csak sikert kívánunk a munkájához. Következő napi rendi pont, egy tagot kell delegálnunk a
Janikovszky Éva általános iskolai igazgató tanácsba. Az általános iskola, ugye az külön intézmény, a Klebersberg iskola fenntartó társulás felügyelete, szakmai felügyelete alatt van. És az igazgatói tanácsba egy önkormányzati embert kellett delegálnunk, dr. Tormásiné, Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyzőasszony lesz a delegáltja ennek az igazgatói tanácsnak. Egyhangulag a testület elfogadta. A 9-es napirendi pont szociális bizottságnak az első fél éves munkabeszámolója volt. Hát nagyon nem akarnám mutatni számokkal a közvéleményt, azért annyit elmondanék, hogy átmeneti segélynek 2 millió forint, temetési segélynek 1 millió forint és beiskolázási támogatásnak 2,5 millió forint állt rendelkezésére a bizottságnak, aminek ugye a felhasználása jelenleg folyamatban van. A probléma egy helyen lépett fel, ugye a szociális köztemetési feladatokat el kell látni az új jogszabályok szerint az önkormányzatoknak. Ez úgy működik, hogy egy Kozár Mislenyi állandó lakhelyű személy, hogyha elhalálozik, bárhol is az országban, akárhol is temetik el, bárhol is lakik, illetve nem hivatalosan, vagy bárhol van a tartózkodási helye, de a Kozár Mislenyi az állandó lakhely, akkor Kozár Mislenynek 100 000 forintnál magasabb összegben hozzá kell járulni a köztemetéshez, amennyiben ugye szociális temetési igény van. És ezért, ugye ez nem volt tervezve a költségvetésbe, és emiatt a temetési segélyek csökkentek, a felhasználható, a bizottság által felhasználható temetési segélyek. Egyébként elfogadta a testület az ő beszámolójukat is. Azt hiszem, egy másik napirendi pontban lesz ez a plusz temetési segély, hogy mennyit kértek. Egy pillanat belenézek az anyagba. Igen, tehát a 11-es napirendi pontban fogjuk tárgyalni, ott megszavazott a testület 300 000 forint plusz juttatást a bizottságnak, hogy a temetésekkel kapcsolatos költségeket fedezze. Egyébként ez a köztemetés, ez mennyire várható, hogy gyakori lesz Kozár Mislenyben? Hát nagyon nehéz meghatározni, ugyanis van egy három főre a jelenleg a temetőt üzemeltető KFT, három főre vállalta ezt a köztemetést. Tehát amennyiben itt a helyszínen kerül sor a temetése, akkor három köztemetést azt ugye ingyen kapunk. A többit pedig fizetnünk kell. Hát jelen pillanatban úgy számolunk, hogy 2014-es költségvetésben 8 ilyen temetést fogunk betenni. Ugye ez közfeladat lesz, tehát ezt el fogjuk venni a Szociális Bizottságtól, mert ez épp olyan közfeladat, mint a közvilágítás, vagy a hulladék elszállítás, vagy bármi, tehát ez önkormányzatnak meg kell tudni oldani. És én úgy gondolom, hogy egy 8 fő szociális temetéssel számolhatunk, és akkor abba remélem beleférünk. Fiatal a lakosság, tehát általában az egyfőre jutó halálozás az alacsonyabb, mint egy előregedő települése. Következő. A Bursa Hungarika 2014-es ösztöndíj pályázata. Erről annyit kell tudni, hogy az egyetemistáknak, főiskolásoknak kiért ösztöndíj, ez egy államilag kiért ösztöndíj. Ehhez az önkormányzatnak csatlakozni lehet, van egy lehetőség. Amennyiben csatlakozik, viszont akkor saját terült is fel kell mutatni ennél az ösztöndíj rendszernél. Erről határozott a testület, hogy a 2014-es ösztöndíj pályázathoz is csatlakozni fog, és ehhez majd a 2014-es költségvetésben elkülönít erre egy valószínűleg az idejével egyenlő összeget, tehát 1 millió forintot. Akkor a tájékoztató a köztemetésekkel kapcsolatban, ez a 11-es napirendi pont, hát ezt az előbb általában megtárgyaltuk, tehát a lényeg az, hogy a temetési segély összegét a bizottságnál 300 000 forinttal megemeltük, a Szociális Bizottságnál, mert eddig ugye a szociális temetést is ők finanszírozták. Esztergál Lajos Családsegítő Szolgálat és a Gyerek Jóléti Központ támogatást kért Kistérségi Összefogás Napja elnevezésű rendezvényhez.
30 ezer forint támogatást kért a testület egy hangulat hozzájárult, tehát ezt a támogatási összeget megkapják. Elővásárlási jog törlésére vonatkozó kérelem volt a 14. napirendi pont 3363-as helyrezi számú ingatlanról szól. Az elővásárlási jogról lemondott az önkormányzat, tehát a tulajdonos szabadon értékesítheti a saját tulajdonában levő területet. 15-ös napirendi pont, Palánkvár utcai ingatlan tulajdonosok utilitásával kapcsolatos kérelem. A Palánkvár utca egy viszonylag rosszul megközelíthető, illetve rossz közlekedésre alkalmas terület, ezért a lakosok azt kérték, hogy az útjavítás az a Kozár-Michelin önkormányzat járuljon hozzá. Ennek az összege 1 millió 400 ezer forint a teljes munkálatoknak. A Kozár-Michelin önkormányzat ennek az 50%-át átvállalja úgy, hogy előtte a tulajdonosok bemutatják, hogy rendelkezésre áll a másik 50%, és amennyiben az útépítés elkezdődik, akkor a második 50%-át ennek a költségnek a Kozár-Michelin önkormányzat vállalni fogja. Móri Zsigmond téri társasházban lévő önkormányzati ingatlanok közös költséges bérleti díj módosítása volt a következő napi rendi pont. Hát itt annyit kell tudni, hogy ugye ez a Fókusz üzletház, ez egy társasház, ahol tulajdon része van az önkormányzatnak is. Itt a húsboltra és a virágboltra vonatkozóan van egy 54.400 forintos, illetve egy 21.600 forintos közös költség, ami évente terheli az önkormányzatot, ennek a megfizetéséről szólt a határozat, illetve a virágboltnak a bérleti díját 5000 forinton megnövelte a testület. Tehát ez ennyiről szólt. A 17-es napirendi pont, a művelődési ház vezetőjének van egy kérelme, amelyben a művelődési ház környékére szeretne térfigyelő rendszert kiépíteni, amelynek költsége 66 ezer forint lenne, és továbbá kérnének sportszerek vásárlásához 30 ezer forintot támogatást. Itt a testület úgy döntött, hogy először megvizsgálja a saját erős bevételeit a művelődési háznak. Ezt egyébként a művelődési ház vezetője már terjesztette a nem a képviselőtestület elé, hanem a hivatalnak. A hivatal pedig a következő bizottsági ülésen ezt bemutatja, és amennyiben a saját erős bevételek elköltésével elégedett lesz a pénzügyi bizottság, akkor lehet tárgyalni majd ezt a napirendi pontot. Volt KMB iroda ingatlan értékesítése, hát erre van egy ingatlan értékbecslés, 3 millió 750 ezer forint értékben. Jelentkezett rá vevő, ez a vevő a 3 millió 750 ezer forintot megfizeti, tehát így a polgármester úr meg lett bízva a szerződés megkötésével. Ez lett volna az első 18 napi rendi pont. A 19-es pedig a iskola, ugye az óvoda bölcsőbe, tehát az általános művelődési központnak egy fél státuszú igénye volt, munkaerő igénye volt. Ez a fél státusz, ez nevelőmunkát segítő alkalmazatra vonatkozik, amit egyébként állami támogatásból lehet finanszírozni, tehát ezt a testület megszavazta, tehát ezt a 4 órás munkaerőt, ugye azért fél státusz, 4 órás munkaerőt alkalmazhatja az általános művelődési központ. Itt az utolsó napi rendi pont pedig a húsboltnak a bérleti díjának a módosításáról szólt. Hát itt azt kell tudni, hogy sajnálatosan van bérleti díj tartozása a bérlőnek. Úgy gondoltuk, hogy nem függesztjük fel egyelőre a bérleményét, sokkal jobb, hogyha működik valami, mint hogyha üresen áll. Tehát egy december 31-ig egy 10 ezer forintos kedvezményes bérleti díjat állapítottunk meg a húsbolt részére, és reményeink szerint januártól új bérlő fog beköltözni, szintén húsárukereskedéssel foglalkozik. Ennyi lett volna akkor.
Köszönjük szépen. Következő önkormányzati ülés októberben? Igen, október, hát én azt mondanám a harmadik hetében, úgy gondolom, attól függ, hogy lesznek-e sürgősebb napirendi pontok. Egyetlen egy elmaradt téma van, ez az önkormányzatnak a féléves költségvetési beszámolója, amit újra be kell hozni. Ezen kívül minden napirend új lesz, tehát remélem, hogy gördülékenyen fog menni a testületi ülés. Köszönjük a tájékoztatást. Köszönöm szépen.